Önök a Dunafölvár Televízió április 30-ai adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaik témája következők lesznek. Dunaparti műtárgyak vásárlására fordították a palacsintás pénzt. És most az volt az apropója, hogy felújították a Dunapartot, és úgy gondoltuk, hogy ezt lehetne még szebbé és hasznosabbá tenni. Így kerültek oda kis asztalkák padokkal, egy pingpongasztal, az adventi világítás. A Diák Önkormányzat szervezésében tartottak diáknapot a Magyar László gimnáziumban. Kitaláltunk egy ilyen újítást itt a gimnáziumban, hogy egy napra diákigazgatót választunk. Ehhez kampányfilmeket forgatott egy pár osztály, és akkor majd közülük fog kikerülni a győztes, és úgymond ő fog beülni az igazgatói székbe egy napra. Ilyen jelképesen, ezek ilyen vicces úgymond követelések, hogy miket változtatnának meg a diákok az iskolában. Arany és ezüstéremmel tértek haza a nemzetközi versenyről a Dunaföldvári zeneiskolások. Ez nagyon változó volt, nagyon sok olyan gyerek volt, aki már szerintem 3 éves korában elkezdett hegedülni, zenés családból származik, és magántanuló, és az a napi feladata, hogy akár 6 órát is gyakorol kisgyerekként, úgyhogy lesznek ott olyan gyerekek, akikkel sose tudunk versenybe szállni, viszont vannak olyanok is, akik gyengébbek nálunk, úgyhogy minden esetre mindig menni fogunk szerintem, amikor tudunk. Heti rendszerességgel próbálnak a szenior néptáncosaink. Igen, most legutóbb CECI-n voltunk, a Tehetségművészeti Iskolának a fél év záró gáláján, hiszen itt az együttesben is van néhány olyan tag, akik nem szenior korúak, tehát nem annyira idősek, de hát a többiek sem idősek egyébként. Májusban is gazdag kulturális program várja a dunaföldváriakat. Május 11-én, szombaton este 8 órakor is mindenkit sok szeretettel várunk ezúttal a Művöltési Központban. A Táncvilágnapja alkalmából egy érdekes produkció kerül a deszkákra, a színpad deszkáira. Fordulj Kispályrovam néptánc, táncegyüttes műsora az Ördögszekér Táncegyesület és a Művöltési Központ szervezésében. Javában tart a tavaszi labdarúgó bajnokság. Nem volt akkora helyzetünk, az elsőben volt azért 2-3, a másodikban is volt, és pont a kicsire jött ki, a márkra jött ki, és ezek nem mentek be, de azt hiszem, hogy mindent megtettünk azért, hogy legalább egy gólt tudtunk rúgni, jobb lett volna 2 is, mert ugye azt mondtam, hogy a legrosszabb eredmény ez, ha egy vidéki csapat 2-re vezet egy haza egy ellenfélnél vidéken, a szünetben az általában a számok tükrében 60%, hogy azt a hazai csapat kihozza döntetlenre. Palacsintás pénzt költöttek a város szépítésére. Gulics Anna Máriával beszélgetek, és hogy a mostani beszélgetésünk apropója világos legyen, 2 évet vissza kell az időbe mennünk. Palacsintás történet. Miről van szó? 2 évvel ezelőtt Dunaföldváron megrendezésre került a Guinness Rekord kísérlet, amiben rengeteg dunaföldvári vett részt, illetve az ő támogatásukkal jöhetett ez csak létre, és ennek kapcsán nagyon sok pozitív tapasztalatunk és egy kis pénzünk is lett, hiszen egy kerékpárútra gyűjtöttünk eredetileg. A kerékpárút az hol lett volna? Bölcske-Dunaföldvár között szerettük volna, de ennek anyagi akadályai vannak, hiszen akkora volumenű ez a terv, hogy az a pénz, ami nekünk összejött, az egy porszem volt. Ez viszont azt jelenti, hogy megmaradt itt a pénz. Mielőtt a pénzre térünk, nézzük a pénznek a forrásait. Egy ilyen Guinness Rekord kísérletből hogy gyűlik pénz? Rengeteg támogatónk volt, mind a dunaföldvári vállalkozók, mind pedig a dunaföldvári lakosság, mint magánszemélyek, és a palacsintának az odaajándékozásánál is kaptunk még rengeteg visszajelzést, támogatást, és így maradt egy kis tőkénk. Kik szervezték ezt a palacsintás történetet, hiszen nyilván azok fognak most ezen pénz felől dönteni? 5 szervező volt igazából. Először Horváth Ircsit említeném, mint az ötletgazdát és az egésznek a motorját, Dobrovicsné Rita, Lokiné Gabi, Kutiné Ica, és én, mint Gulics Anna Mária. Tehát akkor nem egyesületről van szó, hanem egy ilyen ad hoc összeállt társaságról?
Igen, teljesen magánszemélyek szerveztük, polgármester úr és a polgármesteri hivatal támogatott minket, de nem volt mögöttünk egyesület. Nézzük akkor a pénzt, mekkora összegről van szó? Hát 1 millió forint körüli összegünk maradt, és úgy gondoltuk, hogy mivel ezt Dunaföldvár lakossága adta össze, illetve ők tettek ezért, hogy szeretnénk Dunaföldvárra fordítani, ha már a kerékpárút nem jön össze. Miért pont most kell ezt elkölteni? Azért most, mert korábban is voltak tervek, hogy mi az, amit szívesen vennének a földváriak is, illetve a legnagyobb támogatóinkkal, vállalkozókkal is próbáltunk egyeztetni. És most az volt az apropója, hogy felújították a Dunapartot, és úgy gondoltuk, hogy ezt lehetne még szebbé és hasznosabbá tenni. Így kerültek oda kis asztalkák padokkal, egy pingpongasztal, az adventi világítás, és egy picit hasznos, bár nem tetszetős, elkészülnek a szemétgyűjtők is, amelyek későbbiekben kerülnek kihelyezésre még. És ezek a felsorolt tárgyak, dolgok mind ebből az összegből létesülnek? Igen. Igen. Teljesen kimerítettük a keretünket, tehát ami pénz összegyűjt, mindent a Dunapartra költöttünk, illetve hát a vállalkozóknál szintén támogatást kértünk, hogy minden megvalósulhasson. Az egy kicsit pillancsunk a kulisszák mögé, és annak a folyamatát nézzük meg, hogy erre költsünk, amarra költsünk, tehát ezek a döntések hogyan jöttek létre. Voltatok 4-5-en, és akkor elkezdtetek járni a Dunaparton, hogy na, ide mi kellene, és mennyibe kerül? Újra az önkormányzat segítségét kértük, és Kovács Anikó ötletelt egy kicsit, és adott elénk egy viszonylag gazdag választékot, hogy mi az, ami szerinte illene a készülő tervekhez, és ami jól is mutatna, megvalósítható, és akkor ezt követően szokásos kis kupak tanácsunk az 5 fő leült, és akkor így lettek meg a döntések. Könnyen konszenzusra jutott a társaság, vagy azért voltak olyan vitáspontok, hogy na, erre kéne, a másik meg arra nem kéne? Nem, viszonylag könnyű volt a konszenzus. Szintén Ilcsi vitte a prímet, tehát ő neki nagyon határozott elképzelései voltak, hála Istennek, és így tényleg minden megvalósult. Akkor ez egy történetnek a vége. Hátra lehet dőlni? Igen, és új kihívásokat lehet keresni. Azért ebbe kicsit menjünk bele, itt egy Guinness rekord kísérletről van szó, ami aztán végül is jegyzett rekord lett? Magyarországon bejegyzett rekord, Guinnessben nem lett bejegyezve. Számokat tudunk mellé tenni? Tehát, hogy mi az a rekord? Hogy hány palacsinta készült? Közel 50 000 palacsinta készült, és technikai akadálya volt, amiért a Guinness rekordban nem jegyeztek be minket, mert a 24 órás kamera felvételt nem tudtuk teljes mértékben rendelkezésükre biztosítani. Ahhoz mi kellett volna? Nagyon-nagyon komoly technika, hogy minden pillanatát felvegyék több kamerával, és az a folyamatos felvétel, amit biztosítottunk, azt ők nem fogadták el. Csak hogy a nézők világosan lássák, itt nem arról van szó, hogy nem volt egy kamera, amit kitegyenek, és akkor végig lehet venni, mert ott azért a vágásoknak, meg a trükköknek még mindig gazdag a tárházat. Tehát ide egy rendszer kellett volna felállítani. Így van, körülbelül egy 16 kamerás rendszert vártak volna el tőlünk, hogy az előkészületektől, tehát a tésztakészítéstől, a sütésen, töltésen keresztül minden itt valósult meg. És nem volt úgynevezett hozott anyag, ami a rekordot meghamisította volna. 16 kamerás rendszer, erre külön cégek szakosodnak? Igen. Igen, igen. Ami igen, nem ingyen igen. van. Ami nagyon-nagyon kemény pénzbe került volna, és nem tudtuk akkor megvalósítani. Ma már tudnánk. Akkor most pillancsunk a jövőben, ma már tudnánk, lesz újabb kísérlet? Palacsintasütésben nem. Akkor azt jelenti, hogy másban viszont igen? Vannak ötleteink, megpróbáljuk egy kicsit színesíteni Dunaföldvár életét, de erről nem szeretnék még többet mondani. Ennek a terv kivitelezőinek a közössége ugyanaz lesz, tehát ez az 5 ember? Igen. Vagy vannak azért még olyanok, akiket bevennétek a csapatba?
Az öt ember itt is csak a nagyon szoros kis mag volt, és rengeteg segítőnk volt. Most is számítunk mindenkire. Fordított napot tartottak a Magyar László Gimnáziumban. A régi hagyományokhoz híven a Magyar László Gimnázium diákjai a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napra tették a diáknapot, amelyet a DÖK, a Diák Önkormányzat szervezett. Mikről utca a Diák Önkormányzat elnöke. Úgy értesültünk, hogy ez a diáknap kicsit eltért a korábbiaktól, ugye újítani, frissíteni próbáltátok a programokat, ötleteket. Hát halljuk, milyen események zajlottak itt, mint hallottuk, nem csak egy napra, hanem előtte való napokban is indultak már programok. Igen, ez így van, egy kicsit rendhagyóra sikerült ez a diáknap. Úgy gondoltuk, hogy ugye haladunk előre, kicsit meg kéne reformálni ezeket a rendezvényeket itt a gimnáziumban. Így arra gondoltunk, hogy most nem csak egy napra helyezzük ezt a diáknapot, hanem egy kicsit felkészítjük a diákokat erre, így az előző napokban is már készültünk. Ez annyit jelent, hogy például most kitaláltunk egy ilyen újítást itt a gimnáziumban, hogy egy napra diákigazgatót választunk. Ehhez kampányfilmeket forgatott egy pár osztály, és akkor majd közülük fog kikerülni a győztes, és úgymond ő fog beülni az igazgatói székbe egy napra. Ilyen jelképesen, ezek ilyen vicces, úgymond követelések, hogy miket változtatnának meg a diákok az iskolában. De nagyon jól szórakoztunk a filmek elkészítése közben, úgyhogy már önmagában egy, ha nem is a verseny miatt, de már tényleg egy nagyon jó buli volt. Illetve tegnap, ugye ez a diáknapot megelőző napom, fordított napot is tartottunk, ezek az osztályokban zajlottak le. Aki jelentkezett egy szaktanárnál, ő tartatta az órát, ugye meg is jutalmazták egy érdemjeggyel, egy ötössel, hogyha tényleg egy olyan jó órát tartott szórakoztatóan, de mégis a tananyaghoz kapcsolódóan. Ugye a fő napunk az a diáknap, ez a mai nap. Hatféle programot találtunk ki, de ezek közül is vannak azért programok. Az egyik ilyen program az a medve matek, az egyik fő program. Ez ilyen játékos matematikai feladatokat takar a város különböző pontjain. Ugye nem ilyen száraz matematika, hanem a tanárok megpróbálták ugye ezt megszeretetni a matekot a diákokkal, és ugye ez a város különböző pontjain zajlik, vagy zajlott. Aztán, ami már jóval a gimnáziumhoz kapcsolódik, az a tanártotó, ami a tanárokról különböző vicces állítások, kérdezfelelek, activity, illetve részletképeket is mutattak a szervezők, és ebből ki kellett találniuk a diákoknak, hogy melyik tanárról is van szó. Ez is egy ilyen verseny, és nagyon szórakoztató, nagyon élvezték a diákok. És ugye, mivel Dunaföldvár idén 30 éve város, ezért a gimnázium is szeretett volna megemlékezni erről. Így ezt a diáknapba beleszőve egy városi vetélkedőt találtunk ki, amit szintén a város különböző pontjain kellett végrehajtani itt a gimnáziumban, illetve Dunaföldváron. És szerintem ez is egy tök jó program arra, hogy Dunaföldvárt jobban megismerjék a gimnázium tanulói, és egy kicsit tágítsák tudásukat a várossal kapcsolatban. Aztán egy kicsit az ételekre áttérve, ugye változatos programok, sütödét is szerveztünk, ahol ilyen édességeket, gófrit, kókuszgolyót és sós dolgokat, mint szendvicset lehet készíteni, illetve itt levetítünk különböző videókat, és a kampányfilmeket is, zenét hallgatnak, jól szórakoznak a diákok. És ami főként a fiúk nagy örömére megszerveztük a focit, amit már nagyon hosszú ideje minden évben megrendezünk. Ezek ilyen körmérkőzések, egymás ellen kiállnak az osztályok, és összemérik tudásukat, vagy erejüket. És még van egy ilyen elég művészeti ágon, egy ilyen Landart nevezetű program, ami azt akarja, hogy a környezetet megszépítve próbálják a várost is kicsit megszínesíteni. Persze ez nem azt jelenti, hogy rongálják esetleg a fákat, vagy épületeket, hanem minden teljesen környezetvédően igyekeznek megoldani. Az egész nap az fél kilenckor kezdődött, illetve fél kilenc és kilenc között, és majd egészen délig fog tartani. Ebéd után, illetve a programok lezajlanak is utána, sportprogramok következnek, ugye az elmaradhatatlan tanárdiák programok. Ez annyit takar, hogy a tanárnők, illetve a lányok összemérik tudásokat röplabdában, a tornateremben, és a tanárurak pedig a fiúkkal egy foci meccs keretében döntik el, hogy ki a jobb. Nemzetközi versenyen vettek részt a dunaföldvári zeneiskolások.
Deák Adrénnel beszélgetek, a Dunaföldvári Zeneiskola egyik tanárával. Ezek a szerbiai utak már nem először kerülnek sorra, hiszen többes számba is mondtam, de az idén sem maradt el. Hogyan kerültetek ti oda? Ugye először múlt évvel tájékozottunk erről a versenyről, akkor nagyon gyorsan egy hónap alatt kellett felkészülnünk. Hát kész hazárdjáték volt az egész, de mégis jól zárult. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mindenképpen elmegyünk majd minden évben. Úgyhogy most időben elkezdtünk készülni nehezebb darabokkal, de nagyon jól tettük, mert egy év alatt a verseny hát dupla akkorára nőtt, mint tavaly volt. Múlt évben csak Magyarországról meg Szerbiából érkeztek versenyzők, de most már Romániából, meg Horvátországból is, és ugyanúgy a zsűri is ilyen nemzetközi volt, úgyhogy azt hiszem sokkal nagyobb megmérettetés megszámított ez az idei. Azért időzünk el ennél a ténynél, Dunaföldvári zeneiskolások külföldre mennek fellépni, szerepelni. Ez általános a magyarországi alapfokú zeneiskolákban? Hát attól függ, hogy mekkora iskola, a nagyobb iskolákban inkább, mint az ilyen picikben, úgyhogy szerintem ez szép dolog, meg jó dolog, hogy vállalkozunk erre, hogy ilyen neves versenyekre elmegyünk. És mentek versenyzők is, miért pont ők? Hát az a kérdés, hogy ki az, aki leginkább hajlandó belefektetni a legtöbb munkát minden egyes nap, és kit támogatnak a szülei, tehát ez mind a kettő jelentős. Meg ki az, aki hajlandó bejönni többlet órákra, mert ez heti kétszer 45 percben vagy fél órában nem megvalósítható. Nem pusztán felkészülni kell, ezt finanszírozni is kell, ez saját zsebből megy? Nem, a szülők azok, akik ennyire támogatják a gyerekeiket, úgyhogy örülünk nekik. És ott vannak korosztályos, korcsoportos beosztások, vagy hogyan zajlik maga az egész verseny? Természetesen igazából nem 8-kor zárult a verseny, hanem 8-kor kezdődött az utolsó korcsoport, tehát a legfiatalabbaktól egészen egyetemistákig lehetett jelentkezni erre. A Lilácska az első korcsoportban volt, a Feri pedig a harmadikban. És hogyha a Dunaföldváról ez a két ember megy, ők már tavaly is voltak, mi lesz, hogyha ők kirekszenek, van utánpótlás? Persze, még most is mehetett volna még más is, csak a szülők meg a kisfiú úgy döntött, hogy most inkább nem szeretnének menni, de remélem, hogy jövőre meggondolják magukat. Beszéljünk ennek a versenynek a rangjáról csöppet. Nyilván a rangot az adja, hogy hányan indulnak, és hány közül lesz az ember az első. Milyen volt a részvétel az idén? Nagyon sokan voltak, pontos számot nem tudom megmondani igazából, de 50 körül, tehát ez korcsoportonként változik, de tudni kell, hogy több első, több második és több harmadik helyezés is lehetséges, tehát ez a pontszámoktól függ. És hogyha itt ilyen helyezést kap a versenyző, jelentősebben két kisdiák, ez az ő életét mennyire befolyásolja? Az ember úgy gondolja, hogy ilyen nemzetközi szereplés szinte az egész életére hivatkozható lesz. Hát igazából ennek pedagógiai értéke van elsősorban, tehát a felkészülés alatt rengeteget fejlődnek, tehát nem csak az számít, hogy mi történik ott konkrétan, hanem azt megelőző hónapok. Igazából ebből sokkal több jutalmat kapnak ők, hogy mennyire megtanulnak szerepelni, mennyire megtanulnak bizonyos darabokat eljátszani, mint maga a tény, hogy elmentek egy versenyre. Ez megfoghatatlan, viszont a fejlődés meg fontos. Nézzük konkrétan, ez hány befektetett munkaóra van egy ilyen fellépésben? Nem is tudom, nem is merek belegondolni, meg nem is szeretnék szerintem. De egyszerűen napról napról kell gondolkodni, minden egyes nap muszáj vele foglalkozni maximálisan. Az elhangzott, meg majd a gyerekek részéről mindjárt elhangzik, hogy több hónapja készülnek erre, de gondolom egy ilyen fellépés nem pusztán ezen hónapoknak a munkája, hanem az azt megelőző időszaknak is a munkája. Természetesen, tehát azok a gyerekek, akik mondjuk eddig nem tudtak menni, mert nem játszanak annyira nehéz darabokat, mint a médekkel, ők már nem is tudnak, tehát ez egyszerűen lemaradnak ebben az esetben. Tehát igen, ez egy folyamatos fejlesztési munka. Nevezzük azonban meg az eredményeket is konkrétan. Dobos Ferenc második helyezést ért el, Róka Lila pedig első. Az ellenfelek, a vetétársak, ott vajon mekkora felkészülés zajlott? Ez nagyon változó volt. Nagyon sok olyan gyerek volt, aki már szerintem 3 éves korában elkezdett hegedülni, zenés családból származik, és magántanuló, és az a napi feladata, hogy akár 6 órát is gyakorol kisgyerekként. Úgyhogy lesznek ott olyan gyerekek, akikkel sose tudunk versenybe szállni. Viszont vannak olyanok is, akik gyengébbek nálunk, úgyhogy minden esetre mindig menni fogunk szerintem, amikor tudunk. Nézzünk egy-két színfalak mögötti háttértitkot. Adri, ez belefér a munkaköri leírásodba, azokba a tanórákba, amelyeket amúgy is kell tartani? Természetesen nem, de semmilyen verseny nem férne bele, se egy lengyel, se egy regionális, úgyhogy nem. Aradott a kérdés, miért csinálod? Hát úgy érzem, hogy nincs más választásom, mert egyrészt az életem hegedű tanár, mert szeretném magamból meg a gyerekekből a legtöbbet kihozni, és nem azt számít igazából, hogy most elérünk-e bármilyen helyezést, de hogyha nem készülünk föl, és nem próbáljuk meg egyáltalán elmenni egy ilyen versenyre, akkor a gyerekek kevésbé lesznek ügyesek, mint hogyha mégis bevállaljuk, úgyhogy ez azért fontos. Te is voltál ezen a szerbiai versenyen, kérlek mutatkozz be. Róka Lilla vagyok, és
Dunai városból jöttem, és a Földvári Zeneiskolában tanulok. És te sem először jártál már Szerbiában ezen a versenyen, hanem tavaly is voltál? Igen, voltam tavaly is. És a mostani esemény az hogyan zajlott? Egy kicsit nehezebb volt. És hogy nehezebb volt, azt hogy érted? Miért volt nehezebb? Hát azért, mert hosszabb darabot kaptam. Mi volt ez a darab? Ki választotta ki? Adri nénivel választottuk ki. Mi volt ez a darab? A bohóc és a románc. És a felkészülés alatt ezt te naponta gyakoroltad? Igen, naponta gyakoroltam. Milyen dolog naponta gyakorolni? Szereted csinálni, vagy unalmas? Szeretem csinálni. Na és ott a verseny, amikor kiálltál a színpadra, az milyen érzés volt? Mesélj arról, hogy hanyadik voltál, amikor ki kellett kerülni, és milyen eredménnyel zárult? Amikor felmentem a színpadra, akkor egy kicsit megizgultam, de amikor elkezdtem játszani, akkor már nem izgultam, és amikor kimentem a színpadról, akkor nagyon büszke voltam magamra, és első lettem 95 ponttal. Ez remek eredmény. Tavaly indultál a versenyen, akkor hogyan szerepeltél? Akkor is első voltam, és ott meg 96 pont volt. Mondhatjuk azt, hogy Róka Lilla verhetetlen Szerbiában? Igen, mondhatjuk azt. Dobos Ferenccel beszélgetek, aki nemrégiben tért haza egy nemzetközi versenyről. Milyen verseny volt ez? Hol volt, és mi volt a címe ennek a versenynek? Topolyán voltunk, és a versenynek a címe az volt, amikor a tücskök ciripelnek. Nyilván te is tücsök voltál, és ciripeltél ott? Igen. Egészen konkrétan mit jelent, tehát mit kellett ott tenned? Hegedülni. Tehát sor került erre a versenyre, és akkor egy színpad volt, és oda ki kellett menni. Meséld el ezt a történetet nekünk. Amikor kimentem, akkor kettő darabot játszottam el. Az egyiknek a címe az volt, hogy Zajc koncert, és a másiknak pedig Gavott. És ezt teljesen egyedül játszottad, vagy kísérő volt? Kísért engem Berémi Erzsépet, zongora tanárnő. Jól tudom azt, hogy nem először vagy ezen a versenyen? Nem, már voltam tavaly is. Mesélj kicsit arról, hogy milyen eredménnyel zárult, tehát lejöttél a színpadról, utána mi történt? Hát amikor lejöttem a színpadról, nagyon büszke voltam magamra, és második lettem 87 ponttal. Sok versenyző volt? Milyen hosszú volt ez a verseny? Nagyon sok versenyző volt, 58 fellépő volt, és este 8-ig tartott az utolsó versenyző. Az a darab, amit ott előadtál, az arra való felkészülést mikor kezdted el, s hogyan, hetente, hányszor, milyen módon? Több hónapja kezdtem el a darabot, és naponta gyakoroltam. Az, hogy naponta gyakoroltad, az mit jelent, hogy reggel, este, délben mindig ezt játszottad, vagy naponta egyszer itt órán? Részekben gyakoroltam, délben az első oldalt néztem át, este pedig a másik oldalt néztem át. Ez egy nagyon nehéz darab, gondolom több darabot is tudsz játszani, a többiekhez képest ez milyen? A többiekhez képest ez is egy nehéz darab volt, de a többieknek is nagyon nehéz darabot kaptak. És mi a tapasztalatod, amikor ezt a darabot játszol, és nem hallja senki? Akkor megy jobban, vagy amikor kiállsz a közönség elő, akkor megy jobban? Amikor kiállok a közönség elé, akkor jobban megy. Legutóbb hogyan szerepeltél? Hanyadik lettél? Tavaly első lettem, 90 ponttal. Most pedig második? Meg ugye harmadik kategóriában is voltam, amiben már sokkal szigorúbban pontoztak. Keményebb verseny volt? Ez keményebb verseny volt, igen. Jövőre mi lesz? Nem tudom, hogy jövőre is megrendezik ezt, szerintem jövőre is meg fogják rendezni, és ugyanúgy menni fogok erre a versenyre. Fellépésekre is készülnek a szenior néptáncosok.
Körülbelül 3 éve alakult itt Dunaföldváron a Földvári Senior Csoport Tánc Együttes. Nyilván a senior egy picit idősebb korosztályra vonatkozik a gyerekekhez viszonyítva. Amint értesültünk róla, itt a táncoló gyerekek szülei fogtak össze és alakítottak egy ilyen felnőtt csoportot. Hogy született ez az ötlet, illetve mik a napi teendőitek? Hogy tartod össze ezt a csapatod? Hát 3. éve dolgozunk együtt. 3 évvel ezelőtt, amikor a földvári szüretnek vége volt, akkor a szülők kedvet kaptak a gyerekeik sikere láttán, hiszen előtte már én 6 évet töltöttem itt a Levendula Művészeti Iskolában, és a szülők elmondása szerint nekik nagy kedvük támadt a tánchoz, így aztán azóta péntekeken mi közel 25-30-an együtt dolgozunk. Több dialektusnak, tánc, dialektusnak a táncaival foglalkozunk. Vannak jó néhányan, akik teljesen kezdők voltak, amikor idejöttek, és aztán a csapatnak a másik fele pedig már vagy táncolt valahol, vagy másik művészetiskolába, vagy nálam egy másik együttesben táncol. A 3 éves múlt azt jelzi, hogy azért néha-néha fölléptetek nyilvános rendezvényeken is, például hol már? Igen, most legutóbb CECI-n voltunk, a Tehetség Művészeti Iskolának a fél év záró gáláján, hiszen itt az együttesben is van néhány olyan tag, akik nem szenior korúak, tehát nem annyira idősek, de a többiek sem idősek egyébként, és ők a Művészeti Iskolának tagjai, és így aztán ők is jöttek és felléptek, de több helyre kaptunk már felkérést, és fel is léptünk, illetve az idén Felvidéken kéménden mutatkozunk be. Mindannyian. Nyilván ezeknek a fellépések, nyilvános szereplésnek anyagi háttere is van, utazási költségek, ruhák, honnan fedezitek mindezt? Hát még a csapat ebben a tekintetben elég gyerekcipőben jár. Eddig a táncosok maguk oldották meg, maguk autóval, saját viseletekkel, illetve én hoztam viseleteket. És hát most pedig megszólítottuk az idei évben a polgármesteri hivatalt, hogy itt vagyunk, dolgozunk, létezünk, működünk. 3 év alatt azért azt gondolom, hogy lett egy reális alapja annak, hogy mi is itt vagyunk, közel 30-an is együtt gondolkodunk. Próbálunk itt is gyűjtögetni még, amit lehet a városban. Nem csak a tánckultúrát, viseletet, idősekkel elbeszélgetni, még vannak néhányan, akikkel még lehet, és akiktől még érdemes meríteni. A szerveződés jövőbeni formájában gondolkodtatok? Már esetleg egyesület, egylet, klubszerűség? Én a Tehetségművészeti Iskolának vagyok a vezetője, és nekünk van egy tehetségművészeti alapítványunk, és ez az alapítvány bármilyen jogi dolog okán az együttes mögé áll. Úgy gondoltuk, hogy egyelőre nincs erre szükség. Te személy szerint azt hiszem nagyon régóta foglalkozol a néptánc kultúrával. Melyek azok a táncstílusok, amelyek hozzád közelebb állnak, amelyekre az egész együttes stílusa épül, illetve mi a véleménye a többieknek a te elképzeléseddel kapcsolatban? Hogy oldjátok ezt meg? Hát ez általában úgy szokott történni, hogy összeáll egy csapat, és látja az együttes vezető, hogy az a csapat milyen karakterekből áll, alkalmas idézőjelbe, vagy képes-e a csoport arra, hogy esetleg egy tematikus dolgot a színpadra vigyen, vagy abszolút csak a táncra koncentrálódik az egész mű. Tulajdonképpen az elmúlt koreográfiánk, amit eddig tanultunk, a Mezőföld hozzánk közelebbi részének, illetve a szomszédos Madocsa falunak a táncait fésüli össze. Tulajdonképpen ez egy régi földvári vásárokat jelenít meg, és ebben ezt a kétfajta tánc stílust állítja párhuzamba, illetve mutatja meg az azonosságokat és különbözőségeket. Ez volt az eddigi, az előző koreográfiánk, az első, amin együtt dolgoztunk. Aztán most már azt mondom, hogy egy jó fél éve foglalkozunk Bodrog Köznek a táncaival. Egy teljesen más stílusú tánc ez, mert hogy ez a fent hangsúlyokra épül,
teljesen más karakterű tánc, de mivel van 12 fiú a csapatban, így úgy gondoltam, hogy egy olyan táncanyagot próbálunk megfogalmazni, ahol a fiúk is ügyeskedhetnek, és egy dinamikus, lendületes dologról van szó. És hát most ennek a koreográfiának az összerakásának álltunk neki. Eddig a táncanyagot tanultuk, foglalkoztunk vele, páros csárdás, friss csárdás, illetve a fiúknak a verbunkját csináltuk, és most pedig a koreográfiát próbáljuk összerakogatni. Városunk kulturális életének egyik színfoltjai vagytok már néhány év óta. Tudjuk azt, hogy a Ördög Szekér Tánc Együttes is itt működik, kicsit más feltételekkel, más körülmények között. Én úgy gondolom, és azt hiszem te is, hogy egyáltalán nem a rivalizáció áll fenn köztetek, illetve egészen más jellegű a két szerveződés. Hát mi tudomásul vesszük, és nagy szeretettel gondolunk rájuk. Ráadásul Anikó osztálytársam volt a Táncművészeti Főiskolán, a Levendulában is tanítottunk együtt. Teljesen más volt a megszólító erő ott, mint ami itt. Tehát ők már egy jó néhány éve együtt gondolkodó, lélegző közösség, sok minden más programmal is. Ez pedig kifejezetten a szülői lét hozta létre ezt a csoportot, mert hogy én azt gondolom, hogy ez a csapat úgy indult, hogy ez sokkal inkább volt egy nagyon jó baráti közösség, és egy óriási lélek van ebben a csapatban, és aztán mellette persze kialakult a hívószó, hogy ez itt is a néptánc lesz, de a kettő azt gondolom, hogy teljesen jól megférhet egymás mellett. Meg hát egy ekkora városban azt gondolom, miért ne lehetne létjogosultsága, hiszen nagyon sok faluban két együttes van, ez pedig egy kisváros. Akinek kedve támad csatlakozni hozzátok, hogy miképpen jut közétek? Péntekenként a gimnázium ebédlőjében próbálunk, este 7 órától, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Életkortól függetlenül? Életkortól függetlenül. Aztán majd meglátjuk, hogy itt hogyan tudunk együtt gondolkodni. A Művelődési Központ májusi programajánlója következik. Színes, érdekes programokkal érkezik a május és a június is. Felnőttek, gyerekek meg fogják találni, ami érdekli őket, melyek is ezek. Igen, szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, hát most már megyünk bele a nyárba, úgyhogy a mostani programajánlóban májusi és júniusi és júliusi, tehát nyári programok is el fognak majd hangzani. Kezdjük ott, hogy május 5-én vasárnap, este délután 4 órakor a Levendula tavasz köszöntő gálájára kerül sor a Művelődési Központban. Erre jegyeket nálunk lehet vásárolni. A Levendula Művészeti Iskola mindenkit nagyon sok szeretettel vár. A tavasz köszöntő gálája nagyon szép, színes program. Szokott ez lenni minden évben, úgyhogy nyilván így lesz ez most is, úgyhogy akit érdekel, a szülőkön kívül is, kívülállókat természetesen van lehetőség rá, úgyhogy jöjjenek május 5-én vasárnap. Május 10-én nyílik a következő kiállításunk a várban, mégpedig a Fafarogó Galériában nyitjuk meg az első kiállításunkat. Azt a kedves közönség biztosan tudja, hogy a Fafarogó Galéria jobboldali részében általában népművészeti kiállításokat rendezünk. Ez most is így lesz. Uszód bemutatkozik, ez a kiállítás címe. Népművészeti kincsek a kalocsai sárközből. Erről annyit érdemes tudni, hogy ennek a falunak nagyon gazdag a néphagyománya, gyönyörű hímzések és díszítő művészete van, ami nagyon hasonlít a kalocsaihoz, de mégsem egészen ugyanolyan. Vannak némi különbségek, ezt fogjuk bemutatni ebben a kiállításban. Kriskóné Dávid Mária etnográfus nyitja meg a kiállítást, és az Uszódi Hagyományőrző Néptánc Együttes táncosai működnek közre a kiállítás megnyitón, tehát május 10-én pénteken 17 órakor lesz ez a program. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Mint ahogy május 11-én szombaton este 8 órakor is mindenkit sok szeretettel várunk ezúttal Művelődési Központban. A Táncvilágnapja alkalmából egy érdekes produkció kerül a deszkákra, a színpad deszkáira. Fordulj Kispályra van néptánc, táncegyüttes műsora az Ördög Szekér Táncegyesület és a Művelődési Központ szervezésében.
Erről annyit kell tudni, hogy Apelshoffer János, ugye az Ördögszekér Táncegyesület vezetője és egyébként a Táncművészeti Főiskola tanára, tagja egy olyan társaságnak, amiben gyakorlatilag az ország vezető férfi táncosai vannak, akik hát lovagolnak így, csinálnak ilyen nagy lovaglós túrákat. Na most ez a társaság, nekik van egy nagyon komoly, jó kis műsoruk, és ezt láthatja a kedves közönség. Tehát május 11-én szombaton este 8 órától a Művelődési Házban. Jegyeket lehet vásárolni személyesen az intézményben, illetve online is természetesen, mint ahogy ezt már megszokhatták, úgyhogy erre is mindenkit szeretettel várunk. Május 16-án könyvbemutató lesz a könyvtárban. Egy könyv a hazaszeretetről, Horváth Béla, dunajvárosi volt történelem tanár és polihisztor, így mondhatom, könyvbemutatója. Tehát május 16-án csütörtökön 17:30. Május 17-én lesz nálunk a Múzeumi Világnapi program. A Múzeumi Világnap egyébként május 18-a, de ez most szombatra esik, úgyhogy pénteken tartunk a fiataloknak, általános iskolásoknak, gimnazistáknak. Vitéz élet a török korban, ez a címe az előadásnak, és Berecz Mátyás történész levéltáros fog erről beszélni. Szerintem egy nagyon érdekes és informatív előadás lesz, és nem véletlenül választottuk a török kort, hiszen már addigra látogatható lesz a Dunaföldvári Vár új kiállítása a Magyar Világ Török Világ címmel, és ehhez kapcsolódik ez az előadás is, tehát Vitéz élet a török korban. Június 6-án csütörtökön 17 órakor a szokásos pedagógus napi program lesz a Művelődési Házban. Június 17-én pénteken pedig az a családi nap, amit a Málta a Művelődési Házzal közösen szervez, amit a korábbi években augusztusban szervezett ez a társaság. Na most ezt a programot hoztuk egy kicsit előrébb, június 14-e, tulajdonképpen az iskolai szorgalmi időszak utolsó napja, tehát egy önfelett ünneplésre hívunk mindenkit, megünnepelvén azt, hogy kezdődik a nyári szünet. Sok-sok program fog várni itt a gyerekekre és felnőttekre. Felnőtteknek előadások lesznek, lesz gyerekeknek ugrálóvár, játszóház, mindenféle jó dolog. És aztán este pedig egy most még előre meg nem nevezendő, de nagyon látványos és színvonalas néptánc produkció itt a várszínpadon. Természetesen erre, mint mindig, a belépés általában ingyenes. Nyilván az előadásra majd jegyet kell venni, de erről még később fogunk tájékoztatást nyújtani. Tehát ez lesz június 14-én, pénteken, családi nap a várban. És ugyanaz nap tulajdonképpen ennek a programnak egy kicsit a keretébe ágyazva lesz a következő kiállítás megnyitónk szintén a Fafarogó Galériában, ami megint csak egy, azt hiszem, egy kuriózumnak tekinthető. A Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület érkezik hozzánk Debrecenből és környékéről, és az ő népművészetüket bemutató kiállítás lesz. Ez azért érdekes, mert ugye mi most már jó pár éve csináljuk a megyék népművészetét bemutató kiállítások, a DMSZ-ről meg nem érkezett hozzánk anyag, ugye Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Baranya, Fejér megye, Tolna megye bemutatkozott az évek során, most tehát Hajdú-Bihar megye következik. Június 14-én pénteken 17 órakor ennek a kiállításnak a megnyitójára várunk mindenkit szeretettel. És aztán június 22-én a Múzeumok Éjszakája, amiről szintén részletesen majd fogunk beszélni, de természetesen a hagyományos programok most is várhatók. Lesz egy kiállítás megnyitónk Fotózz le a múltat címmel, ami ugye a város 30 éves évfordulójára kírt fotópályázatnak lesz majd a kiállítás megnyitója. És Petruska András és zenekara fog érkezni hozzánk este, ők fognak koncertezni, de lesz bátorságpróba, lesz fényfestés, lesz pincemozi, borkostolás és minden, ami ilyenkor lenni szokott, egy színes, hangulatos, kellemes este, fényfestéssel a vár ünnepi fénybe öltözik, tehát erre is mindenki szeretettel várunk, ez június 22, és június 28-ától pedig kezdődik a Földvári Nyári Esték szabadtéri színházi sorozatunk, amiről majd részletesen később fogunk beszélni, de azt minden esetre most még egyszer elmondom, hogy május 12-ig lehet bérleteket vásárolni, és utána pedig belépő jegyeket az egyes előadásokra, akár személyesen, akár az interneten, a jegy.hu, illetve a mi honlapunkon keresztül a legcélszerűbb ezt megtenni. És azért gyorsan elmondom, hogy milyen előadásokra lehet számítani.
Ugye első június 28-án az Anconai Szerelmesek című remek zenés komédia a Veresey Színház előadásából, amiről annyit érdemes tudni, hogy az igazi hamisítatlan 70-es évekbeli nagy olasz slágerek fűszerezik ezt az előadást, és egy tényleg egy könnyed, nagyon jó szórakozást ígérő produkció. Aztán következik július 6-án szombaton a Miniszter Félrelép című örökbecsű Ray Cooney bohózata komédiája a Bánfalvi stúdió előadásában, aztán július 13-án a Földváriak zenéje, Őseink muzsikája program kerül színre, és július 20-án pedig Molnár Ferenc egy viszonylag ritkában játszott, de remek végjátéka, aminek egy most volt a bemutatója napokkal ezelőtt, és nagyon jó kritikákat írnak róla, tehát a Riviera című végjáték az Orlai produkció előadásában, tehát mindenkit arra buzdítok, hogy keressék a jegyvásárlási lehetőséget, vegyenek bérleteket, jegyeket, és várunk mindenkit szeretettel. Tekintsék meg a hétvége labdarúgó összefoglalóját. Sajnos a múltkori jóslatot beigazolódott, hiszen az élmezőnnyel játszunk, és idehaza vereséget szenvedtünk a Dombóvártól, 2-1 arányban. Reméljük, ezzel azért a lendület nem törik meg. Hát igen, szerettünk volna mi is megtörni a Dombóvár lendületét, mert az első fordulóban kikaptak, és utána nyertek 6 meccset Zsinórba, és utána pedig múlt héten Tolnán döntetlen játszottak. Tehát van egy 7-7-es veretlenségi sorozat, ami egy jó csapat ismérvei közé tartozik. Mi meg ugye már egyedüliek voltunk, akik hazai pályán még pontot se vesztettük. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó mérkőzés. Tehát a fiúk most az utolsó két hétben, ugye a múlt héten Bonyhádon is már valami alakult, de ma kimondottan azt mondom, hogy nagyon jó futballoztak. Ma az ellenfél rúgott 2 gólt. Mi sajnos csak egyet tudtunk rúgni, de én maximálisan elégedett vagyok a játékosaimmal. Az ellenfél kicsit jobb volt, de az utolsó jó néhány percben azért gólt szereztünk, és a hangulatból úgy tűnt, ha tovább tartom, és lehet, hogy talán sikerül egyenlítenünk is. Meg kell tanulnunk még. Ahogy mondtam, hogy fiatalok vagyunk, az átlag életkorunk volt talán 23,12 most a kezdő csapatnak. Most be kell állni a Söbescsi Márknak is 18 évesen, már hamar kellett cserélni, és sajnos kaptunk megint a 10. percben egy gólt, tehát egy rosszul döntött a kapusunk, mint múlt héten a Fogarasi, a másik kapus döntött rosszul, és utána kaptunk megint egy gólt, de utána azt mondom, az első félidőben is már a 30. perctől kezdve lehetett érezni, hogy fizikálisan széllel szemben, hogy jó futballt játszunk, tehát elkaptuk a ritmust, tehát bátran, és ezt is kértem ma, hogy bátran futballozunk. Jöjjenek vissza azok az emlékek, amiket mi játszottunk még egy kiskörös ellen itt egy felkészülési meccsen, vagy Péten, tehát amikor tényleg sokat tudtunk futni, és meg is dicsértem őket a szünetben, mert jól futballoztak, tehát régen futottak ennyit. A másik félidőben meg én úgy gondolom, hogy mezőnyfölényünk volt, nem volt akkora helyzetünk, az elsőben volt azért 2-3, a másodikban is volt, és pont a kicsire jött ki, a Márkra jött ki, és azok nem mentek be, de azt hiszem, hogy mindent megtettünk azért, hogy legalább egy gólt tudtunk rúgni, jobb lett volna 2 is. Mert ugye azt mondtam, hogy a legrosszabb eredmény ez, ha egy vidéki csapat 2-0-ra vezet egy haza egy ellenfélnél vidéken, a szünetben az általában a számok tükrében 60%, hogy azt a hazai csapat kihozza döntetlenre, bármilyen bajnokság legyen, ha az elején tud gólt rúgni. Mi is így készültünk, a szünetben bömböltettem a zenét, hogy paprikásabban legyen egy kicsit a hangulat, és nagyon elszánt volt a társaság. Én azt mondom, hogy jól mentünk, tehát mindent megtettünk azért, tehát nem tudom őket, nem tudok szemrehányást tenni, mert mindent megtettek azért, hogy ezt a meccset megnyerjék. Ma ez sikerült. Annak a tudatában, hogy rutinosabb csapat, és hát előttünk állnak a tabellán, milyen taktikai utasításokkal küldtett pályára a fiúkat? A videók alapján is lehet látni őket, hogy mit játszanak. Tehát tudtuk, hogy egy rutinos csapat, és tehát nem igazán futnak, tehát inkább lassítják a játékot, mert tudnak passzolni, tudnak futballozni, jó helyre tudnak helyezkedni. Nálunk azért vannak ebben nekünk hiányosságaink, mert azokra a posztokra, ahol kellene, ott nincs olyan emberünk, itt a fiatalságunkból adódó, de majd reméljük, hogy lesz jövőre. És ezért az volt, hogy mi kezdjünk el futni, és gyorsan próbáljunk minél hamarabb a 16-oson belül lenni, és ott kialakítani helyzeteket, és letámadni őket. Az
első 30 perc az kiegyenlített volt, mondom, akkor ők jöttek, és ahogy mi szerettünk volna 20 percet egyet vagy kettőt rúgni, ez nekik sikerült olyan 25-30 perc alatt kettőt rúgni, tehát a taktikánk ez volt, hogy sok futással mögéjük kerülve a széleken, minél többet a 16-oson belül, és lőjünk kapura, mert ők általában messziről, tehát a góljaiknak a 80%-et azt átlövésből szerezték. Hát már kaptunk egyet szögletből sajnos, meg egyet ugye belőbbőltek mögénk, amit a kapusom rosszul jött ki a Dávid, tehát így volt, tehát nem átlövésből sikerült gólt rúgniuk, tehát ez volt a taktikánk. Hát, hát ma nem jött be annyira. Az utolsó percek feszültek voltak, sőt kimondottan ideges volt a hangulat, sajnos egy piros lapunk bánt, ezt gondolom ezt egy pici fegyelmezettséggel el lehetett volna kerülni. Ezt is meg kell tanulnunk. Tehát nincs a csapatban egy olyan emberünk, a rutin, aki kicsit higgadságra tudja őket biztatni, vagy itt a végén, hogy ne öncélóval játszunk, itt a farsak patik elment és belecsőrözött, hanem passzolni kellett volna esetleg. Nem viheti el őket a hév, de hát ez a fiatalság egyik jellemzője, és pont a partjelző asszisztens észrevette, hogy ott először mi lábunkra léptek rá, és utána mi is, mert megrúgtuk a ember. De hát árgus szemekkel néznek, mert nekünk nem volt jó hírünk itt ősszel, nem volt jó hírünk. De most úgy gondolom, hogy azért a játékvezetők is mellénk álltak, tehát semmi gond nem volt. Nem volt ez paprikás, nyerni szerettünk volna, és egy X-et ki szerettük volna hozni a meccset, és mentünk előre. Tehát ez benne van a játékban.